korábban azért, mert problémák voltak, most meg már azért, mert visszajáró vendég vagyok, és ugye a programhoz is csatolódtak később. Ezzel magyarázza Losonci Imre Géza, Faddi iskola rendőre azt, hogy a településen érezhetően javult a közbiztonság az elmúlt 10 évben. Mint mondja, mikorában naponta történt biciklilopás vagy egyéb szabálysértés Faddon, manapság már csak heti szinten fordulnak elő ilyen esetek a Tolna megyei településen, ami a rendőrség szerint főként az iskola rendőre program eredménye. Losonci Imre Géza, a Faddi általános iskola alsó és felső tagozatán tart előadásokat arról, hogyan kell közlekedni gyalogosan és autóval szabályosan, mi a különbség a gyerekcsíny, a szabálysértés vagy éppen a bűncselekmény között. Azt látom, hogy a gyerekek egyébként megfogadják a dolgokat, ami másik szerencse, hogy megismernek az utcán, jönnek, kérdeznek. Ugye van egy generáció, aki már felnőtt, amióta én ott vagyok, ugye hát 14 év az elég sok idő, és ugye már felnőtt emberek, hát van, aki azzal köszön vissza, hogy hát annak idején megmondta, hogy nem így kéne, és ugye volt probléma menet közben, de remélem, hogy sokat tudok nekik segíteni ezen a szinten. Losonci Imre Géza 24 éve rendőr, 10 éve a Faddi iskola rendőre. Munkáját szívvel, lélekkel végzi, iskolai előadásait pedagógus feleségével állítja össze. Talán ennek is köszönhető, hogy példaértékű eredményeire országos szinten is felfigyelt a szakma, és a 2018-ban nyújtott kiemelkedő teljesítményét az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága is díjazta, ő lett az év iskola rendőre Tolna megyében. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága 2008-ban indította el az iskola rendőre programot, aminek többek között az a célja, hogy a kisiskolások biztonságosan közlekedjenek, és nőjön a közbiztonság.